Sziasztok, jó estét kívánok, én Szabó Gergő vagyok, és itt a karantén vlog, hiszen péntek este 10 óra van, újra a kisasztalunknál Szalai Szilárd, természetesen itt van Dezse Balázs, és elfogadta meghívásunkat Palóc André, a századék vezető elemzője. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást, sziasztok. Hát és szükség is lesz a tapasztalatodra és a tudásodra, hiszen az amerikai elnök választással fogunk kezdeni, és hát ugye hiába volt november 3-án, még mindig nem derült ki, hogy mi ki lesz az elnök, illetve hát most már úgy tűnik, hogy Bidennek áll az ászló. Mit gondolsz erről, milyenek az esélyek most itt pénteken? Valóban, hogyha most megnézzük, akkor egyre inkább úgy áll, hogy a demokraták jelöltje fog végül az elnöki székbe kerülni, de itt azért a választások kapcsán most már több botrány is fölmerült, ugye a levélszavazatok, illetve a későn megkezdett számolások kapcsán is most már a republikánusok több helyütt botrányról beszélnek, és különösen Michigan állam az, ami ebből a szempontból jelentős lehet, hiszen ez egy csatatér állam volt, és ott látható, hogy nagyon sok gyanús eset merül föl, hogy a levélszavazatokkal esetleg lehet valami. Az egy más kérdés, hogy egy elgondolkodtató probléma, hogy Amerikában mégiscsak a demokrácia fellegvárában a választások körül, illetve a lebonyolítás körül még mindig ilyen botrányokkal lehet találkozni. Erről nagyon sokat fogunk beszélni, de hoztam nektek egy képet, ami lehet, hogy Donald Trumpnak a gondolatait is így lehet valahogy így szerintem ki fogja fejezni. Hogyha nézzük, elég érdekes, hogy hogyan alakultak a választások. Ugye Biden hát magáért beszél. Mit gondoltak, hogy ugye jó ideig úgy tűnt, hogy Trump vezetett, november 3-a este, késő este, sokan úgy feküdtek le, vagy hajnalban úgy döntöttek, hogy hát akkor nem kell tovább figyelni, mert Trump megnyerte. De utána valahogy hirtelen, ugye este leállt a szavazást, főleg olyan államokban, ahol a demokrata kormányzók vannak, 4 államban is, majd újrakezdték, és ott érdekes módon hirtelen Biden iszonyatosan megfordította, vagy először közel került, majd megfordította, de volt úgy, és erről majd mindjárt egy kicsit később beszélünk, hogy szinte minden szavazat hirtelen hozzáérkezett. Ez nem furcsa? Bocsánat, csak én kérdeztetek az Andrétól közben rácsatlakozva arra, amit te, hogy nem, nincs ebben a sztoriban egy kicsit az, hogy azért az amerikai választások, mert az amerikai választási rendszer nincsen annyira felkészülve a csalásra. Tehát, hogy azért láttuk az elmúlt éveket, ugye volt olyan, egyébként azt hiszem, hogy a Bush volt az konkrétan, aki újra számlálással tudott nyerni, de hogy azért valahol az amerikai választási rendszer ez a betyárbecsületre épül nagy részben. És nincsen felkészülve az ilyen csapásokra, hogy hirtelen valaki ennyire aljas módon próbálja támadni a már meglévő rendszert. Igen, 2000-ben volt az Al Gore kontra Bush ügy, amikor Floridában kértek újra számlálást, és a demokraták ott több megyében is visszaélésekről beszéltek. Persze megvan az, amit említesz, de mégiscsak azt látjuk, hogy az egyik oldalon az van, hogy persze érthető, a levélszavazatokat egyben kezdték el feldolgozni, tehát azoknak később kezdődött a feldolgozása, mint a személyesen adott szavazatoknak, de az mégiscsak elgondolkodtató, hogy hirtelen a levélszavazatok szinte csak egy irányba mentek. Persze, és ehhez hozzá kell tenni, hogy a demokraták már sokkal korábban, hónapokkal ezelőtt arra buzdítottak nagyon sok mindenkit, hogy inkább levélben szavazzanak. A másik, ami szintén probléma, hogy rámutatott most már több amerikai hírportál, hogy több államban, Alaska, Maine és éppen itt Michigan is felmerült, hogy egyes megyékben több a szavazat, amit leadtak, mint ahány a szavazásra jogosult. Tehát felmerül annak a kérdés, hogy hogy lehet, hogy többen szavaztak végül, mint ahányan, ami a szavazásra jogosultak. Ugye mondjuk, ez könnyű megmondani, hát a halottak is szavaztak, mint kiderült. Tehát hogy régóta elhúgy emberek is leadták a szavazatukat. Hát ilyen 115 meg 120 éves bácsi így visszatért. Jelzett és... Megnyugtató, hogy ilyen jó állapotban van a világ, mint a demokráciája, az Egyesült Államok, hogy gyakorlatilag az élő holtak hadseregével fog választást nyerni Biden, hogyha minden így áll. De úgyis annyira szeretik a zombi filmeket, nem? Úgyhogy most lehet, hogy visszatérnek. De nagyon furcsa egyébként az is, hogy rengeteg képet posztoltak, hogy ilyen kidobott szavazócédula csomagok vannak, vagy utólag tuszkoltak be esetleg aláírás nélkül is szavazólapokat. Ennek utána lehet járni? Tehát most Trump nem fogadja el a vereséget, vagy tényleg ilyen óriási gond van, mert rengeteg csalásról érkezett hír. Igen, de ha belegondolunk, az elnök már a választások másnapján tartott egy fontos beszédet, ahol egyrészt arról beszélt, hogy ő nyert, másrészt arról beszélt, hogy ha visszaélések lesznek, akkor ugye elmegy akár a legfelsőbb bíróságig. Tehát várható amúgy, hogy jogi útra terelődik majd ez a kérdés, és
több olyan helyszínen a republikánusok majd szorgalmaznak vizsgálatot, ahol ez mondjuk tömegesen látható, hogy előfordult, vagy van rá gyanú. Úgyhogy független attól, hogy végül kit fognak győztesnek kihirdetni hivatalosan, valószínű, hogy a következő hetek, sőt akár hónapok amerikai politikáját is meg fogja határozni, hogy jogi hercehurca végül milyen irányba megy. És szerintetek mennyire volt elhamarkodott Trumpnak a győzelmi beszéde? Hát, hogyha megnézzük, mi virasztottunk, ugye szerda reggelig, úgyhogy tényleg minden jár arra mutatott, hogy a sinem van ez a dolog, még nyilván nem volt biztos eredmény, de azért voltak meglepetések, azért például a Florida behúzása, azért gratuláltunk is az elnök úrnak, hogy azért ez szép munka volt, de nyilván nagyon furcsa dolgok történnek azóta meg, és most megint Andréhoz fordulok, mert hogy például Nevada volt az, ahol egyik pontról a másikra leállították a szavazást, és ugye azóta sem nagyon mozdultak a százalékok felfele. Ott azt mondták például, hogy ma ugye magyar idő szerint csütörtökön azért újraindulnak valamennyire a számlálások. Én most nézegettem, ez nem annyira történt meg, és állítólag, most végignéztem több vlogot, meg több hírportált ezzel kapcsolatban, hogy arra hivatkoztak, hogy ők fáradtak. És akkor erre hivatkozva elmentek pihenni, és abba hagyták a számlálást. Ami azért egy elnökválasztásnál furcsa is, mert ne aludj el, kérem, szarja le, hogy fáradt vagy elnökválasztás éjszakája van, tehát kit érdekel. Hát azért messze nem a legnagyobb népességszámú állam Nevada, tehát hogy nem ott kell a legnagyobb szavazatot. Ez aztán nem is ezzel függ össze, amúgy, hanem azt azért tudni kell, hogy az Egyesült Államokban amúgy ezek a metódusok állami szinten vannak szabályozva, tehát például Nevadában senkit sem kötelez arra, hogy ők addig folyamatosan szavazat számoljanak, amíg vannak szavazatok, tehát adott esetben jogilag ezt amúgy megteheti. És ezt tudom, hogy ez magyar szemszögből nagyon fura elfogadni, hogy egyrészt nincs egy egységes szabályozás, másrészt, hogy ennyire kirívó, hát megengedő szabályok is vannak, hogy akkor szavaz, vagy akkor számlálnak le, amikor ők másnap folytatják a munkanapot. Ez innen nézve nagyon furán hat, de mégis Amerikában vannak ilyen specifikumok amúgy a választás lebonyolítása során is. Nem ez az egyetlen amúgy, hiszen azért láttuk, hogy akár ha visszagondolunk a 2000-ben az Al Gore-Bush vitánál, ott például abból volt a probléma, hogy akkor úgy szavaztak, hogy kiukasztani kellett ilyen cetliket, és a lyukasztás pontos definíciójával volt ott probléma, mert a benyomódás és a lyukasztás között nem lehetett mindig különbséget tenni, és idős szavazók voltak sokszor, akik nem tudták kellő erővel kiukasztani a megfelelő névnél a szavazólapot, és ez most így viccesen hangzik, de valójában egyáltalán nem az. Itt több ezer szavazatról volt ott szó Floridában, és ez nagyon komoly herce-hurca volt, hogy végül jogilag mi értelmezhető pontosan szavazatnak és mi nem. Most is egyébként, bocsáss meg, van ilyen, hogy eltök olyan filztollat kaptak, amit az a gép, amivel ezeket számolják, nem tudja értékelni azokat a szavazatokat, amik ezzel lettek leadva. És ugye, és a másik, bocs, hogy most majd kérlek erre is válaszolj, mert nem tudom, hogy ez városi legenda vagy tény, hogy eltök van valami vízjel a szavazólapokon, ez is felröppent. Amit mit tudom én, milyen UV-fényen lehet csak észrevenni, és akkor ugye ezzel is próbálnak majd így a Trumpék így mahinálni, hogy amin nincs rajta az ország hamis szavazólap. Nyilván tehát hogy van azonosító a szavazólapokon, de nyilván azt majd mindenki megvizsgálja, hogy az összes szavazólap az érvényes volt, amit leadtak és amit találtak, és ugyanez, amit említett Gergő, hogy a másik probléma, hogy találtak kukákban szavazólapokat, tehát azért a szavazólapok mindenhol a világon, minden demokráciában azok egy olyan biztosan őrzött és amúgy a választás során végig nagyon figyelt dokumentumok, amiket nem lehet csak úgy elhagyni, otthagyni, találni, tehát ez nem szokott így működni, Magyarországon se szokott ilyen előfordulni, hogy csak úgy találnak egy kukában több száz vagy akár ezer szavazólapot. Mekkora botrány lenne nálunk? Igen, kíváncsi vagyok rám úgy, hogy mekkora botrány lenne akár EU szinten, hogyha hasonló problémák merülnének fel. Szerintem várjuk ki a végét, a republikánusok egyértelműen abba az irányba fognak most valószínűleg menni, hogy ezeket a jogi utakat egyesével kivizsgáltatják, és ha és amennyiben kellő számú és kellő mélységű visszaélést találnak, akkor valószínűleg ezt nem fogják annyiban hagyni. Egyébként, hát hogyha így összefoglaljuk, most visszatérve egy postást már azt hiszem el is kaptak, ő legalább 5 évet fog ülni ezért, mert kidobálta, de abszolút a bizalomra épül az egész, és ugye mondták, hogy többféle módon lehet itt csalni,
hiszen van olyan, hogy összegyűjthetik az idősek otthonából a szavazatokat, de azt senki nem ellenőrzi, hogy utána átírják-e, kidobják-e, vagy mit csinálnak vele. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy például Pennsylvániában 80 nem tudom hány százalékos feldolgozottságnál még több mint 600 ezer szavazattal vezetett Trump, és hirtelen utána pedig azt hiszem 10 ezer maradt, vagy 20 ezer, nem tudom. És hoztunk még egy képet, amit a reaktor.hu lőtt, és az is egy nagyon érdekes dolog, hogyha megnézitek, már nem tudom mennyire látszik, az a lényeg, hogy, hogy a frissítésnél mindenkinél változatlan maradt a szavazatarány, kivéve Joe Bidennél. Egyik pillanatról a másikra Trumpnál maradt 2.200.000, és hirtelen közel, azt hiszem 140 ezer szavazatot kapott Joe Biden, de senki más. Tehát valami olyan, ez hogy történhet meg? Tehát azért ezek egymás mellé téve lehet azt mondani, hogy oké, nem bírja el Trump, meg nem bírják el a republikánusok, de hát ez nem tudom hányadik jel. Tehát amikor egyszer egy frissítésnél 140 ezer szavazatot kap Joe Biden és senki más, akkor ott azért az emberben felhorgad az a kérdés, hogy most akkor mi a büdös szar történik. Itt két dolog lehet, ugye, hogyha jó indulatúak vagyunk, vagy megpróbálunk picit naivabban hozzáállni, akkor az lehet, hogy feldolgozták a levélszavazatokat, és egyszerre vitték be a rendszerbe. Hogyha kevésbé vagyunk jó indulatok... mindenki Joe Bidenre szavazott? Nos igen, hogyha kevésbé vagyunk jó indulatok, akkor fölmerül bennünk a gyanú, hogy hogy lehet az, hogy hirtelen csak demokrata szavazatok lettek ott. Tehát, hogy olyan nincs, hogy akár csak egy szavazókörben is mindenki csak egy valakire szavaz. Tehát ilyen nem szokott előfordulni sehol. Még a kommunizmusban sem fordult elő, hogy 100%, tehát még ők is figyeltek arra, hogy ilyen 90-valahány százalék körül tartsák, de a látszat legalább meglegyen, szóval valóban azért ez egy kicsit gyanús dolog. Az majd a demokratáknak szerintem erről majd azért be kell számolniuk, hogy pontosan ők erről hogyan vélekednek, a republikánusok meg biztos, hogy továbbra is támadni fogják ezeket az ügyeket. Szerintem tényleg az van, hogy most várni kell pár napot, hetet, és meglátjuk, hogy mi az a fő irány, amit a republikánusok kitűznek, hogy milyen vonalon indulnak el, és hogyan próbálják meg majd ezeket kivizsgálni. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy mintha a demokraták direkt előre azért nyomták volna ennyire ezt a levélszavazatos dolgot, hogy könnyebb legyen elcsempészni az érvénytelen szavazatokat. Én ilyet nem mondtam, én csak azt mondtam, hogy milyen érdekes, hogy a demokraták az egyik oldalon már a kampány kezdete óta búzítottak mindenkit a levélszavazatokra, a másik oldalon meg az van, hogy a levélszavazatokkal kapcsolatban most többször látunk visszaélésre. Jó, akkor viszont én sem mondom azt, hogy Trump nem véletlenül nyomult annyira, hogy az Amy Comey Barrettet gyorsan azért berakja a Supreme Courtba még a választások előtt, mert és azt sem mondom, hogy sejtette, hogy erről lesz szó, és ez egy tervnek a része volt, mert sejtette, hogy majd ki kell vizsgálni ezeket az eseteket, és a szomorúan nagy segítség lehet, hogy akinek van ez, az készül arra, hogy a demokraták választását leellenőrzik. Az amerikai elnöknek minden további nélkül joga van ahhoz, ez hogy felterjeszteni a legfelsőbb bírót, a legfelsőbb bíróságban épp üresedés volt, és véletlenül pont sikerült az egész kongresszuson ezt átvinni, teljesen jogilag kifogástalanul szabályosan történt. Nem, minden joga megvan, akkor lett volna ez demokratikus, hogyha liberális vagy demokrata jelöltet választanak, akkor demokratikus lett volna. Így ez fasizmus a javából. A választás körül van elég sok érdekes demokratikus dolog, például az nem tudom, megvan nektek, amikor a Trump elkezdett beszélni a választási csalásról, és a legtöbb liberális tévécsatorna lekapcsolta az élő közvetítést róla. Tehát azért az ilyen szólásszabadság, meg az ilyen demokrácia, az nagyon működik most itt a választáson. Mint ahogy Biden és Biden fiával kapcsolatban, amikor kiderült egy csomó minden, akkor így nem engedték, letörölték a New York Post, nem is tudom, melyik volt, aki írt róla. Úgyhogy viszont amikor még azt hitték, hogy Trump nyerni fog, akkor azért néhány szélsőbalos kivonult az utcára, és hogy miket csináltak, abból nézzünk meg egy kis összeállítást.
azért tanulságos, nem, hogy biztos jót akarnak amerikánok azok, akik amerikai zászlót égetnek, csak így zárásként néhány gondolat, hogy így mit lehet kezdeni ezzel a csőcserékkel egyébként? Mert akár Trump nyer, akár Biden nyer, valószínűleg ők többet akarnak majd. Leginkább azt, amit az az ember tett, akinek elvitték a zászlóját. Talán ez a legjobb fellépés. Nem, egyébként ez az a durva, hogy most teljesen mindegy, de szerintem az elmúlt hónapok, amíg, hát egyrészt amíg nem lesz végleges eredmény, és valószínűleg az után is, ez csak fokozódni fog, és amúgy szerintem a polgárháború szélig simán el fog sodródni Amerika, mert egyik oldal sem fog belenyugodni, teljesen mindegy, hogy milyen úton, vagy milyen módon lesz vagy az egyik, vagy a másik. Igen. Az elnöki székben. De bocsánat, azért itt két dolog. Az egyik, hogy én azért nagyon örülök, hogy nem olyan országban vagyok, ahol egy zászló elvételért, mondjuk valaki fegyverért tud nyúlni. Tehát szerintem amúgy ez egyáltalán is rendben. Azért egy zászlónak az elvétele és egy fegyverért való nyúlás, az akárhogy is nézem, egyáltalán nincs egy súlyban. Tehát a nyilván. Bocsáss meg, azért valószínűleg a zászló elvételem miatt volt nem, az, hogy ő előrette a fegyvert, hanem valószínűleg... fenyegető fellépés, és szerintem egyáltalán nincs rendben. Na, de azért mondjuk a BLM tüntetéseknek a tükrébe, ahol nagyon sok békés, akár bolt tulajdonost is persze, és tudom, hogy elcsépelt szó, de mondjuk egy jogállamiság pont arról szól, ami amúgy itthon meg is valósul, hogy amikor van egy tüntetés, akkor a rendőrök kimennek, és Brüsszelt kérdezted már erről? Szépen odafigyelnek arra, hogy mind a tüntetők, mind akár az ellentüntetők, mind az épületek, mind az utca biztonságban legyen, rendben maradjon. Minden más visszaélés bármilyen irányba teljesen szembe megy ezzel. A másik, amit meg Balázs említettél, nyilván az amerikai társadalom, most már látjuk, ez nem most kezdődött, rettenetesen megosztott. Független attól, hogy ki fog nyerni, és tudtuk előre, hogy bárki jön ki végül győztesen az elnökválasztásból, nagyon komoly ellentét van a két tábor között. Látjuk, hogy egyrészt van egy nagyon komoly városvidék ellentét Amerikában, másrészt pedig a két part, illetve a középső országrész tökéletesen szembe megy egymással politikailag, az etnikai feszültségek egyre nagyobbak, arról nem is beszélve, hogy a demokratáknak az az elképzelése valószínűleg amúgy megbukott, hogy minden etnikai kisebbség rájuk fog szavazni. Ők amúgy úgy gondolják, hogy ők a letéteményesei annak, hogy a különböző etnikai kisebbségeket csak ők hajlandóak és csak ők hivatottak képviselni, miközben azt látjuk, hogy egyrészt a latinó kisebbség, tehát a spanyol ajkúak jelentős része amúgy pont azért, mert különböző volt, vagy jelenleg is szocialista országokból menekültek Amerikába, és ismerik azt a szélsőséges baloldali politikát, amit most a demokrata párt fölvett és zászlajára tűzött, és ebből egyáltalán nem kérnek, és a másik, hogy amúgy is sok esetben konzervatív, hagyománytisztelő, mélyen vallásos emberekről beszélünk, akikhez amúgy politikailag a republikánus irány áll sokkal közelebb, és egy nagyon fals elképzelés, amit a baloldal próbál most már évek, sőt évtizedek óta mindenkire rátukmálni, hogy a jobb oldal az egy ilyen rasszista, idegengyűlölő, szélsőségesen fasiszta mozgalom, pont, hogy arról van szó, hogy nagyon sok kisebbség azt látja, hogy valójában a jobboldali vezetés volt az, aki számára valódi lehetőséget, munkát teremtett, és nem csak a segélyezésen keresztül próbált kvázi szavazatot vásárolni. És bocsáss meg, azért a latin közösséggel kapcsolatban az is szerintem érvényes, hogy nagyon sok bevándorló hátterű ember azért is Trump támogató, mert ugye Trumpnak a migrációs politikája elég szigorú. Még ugye Biden én nem, és azért jól látható, hogy aki bevándorlóként érkezett az országba és dolgozik az országban, nyilván nem a legmagasabb fizetésért, az tart attól, hogy úgymond a konkurencia meg fog érkezni az országba, és majd elveszi a munkáját, mert esetleg még olcsóbban megcsinálja annál, mint amiért ő megcsinálja. És ugye nyilván ezáltal a Trumpnak a szigorú migrációs politikája szimpatikus egy legálisan ott dolgozó bevándorló számára. Bocsánat, srácok, hogy közbeszólok, de muszáj ugranunk. Még egy ideig az utcán is maradhatunk, hiszen ugye azért már mindenki sokat beszélt róla, hogy mi történt Bécsben, hiszen az albán származású fiatalember egy kis terrorral kecsegtette a népet. Nézzük meg, hogy azt ugye tudjuk, hogy a jövő záloga a gyermek, és őket oktatni kell, de hogyan lesz intelligens felnőtt a gyermekből, azt meglátjuk abból, hogy Iszlámabádban hogyan oktatják őket. Sajan 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 saj
Ilyen a jövő generáció, mondjuk Pakisztánban, de lehet, hogy ők majd ide akarnak jönni, és ki akarják próbálni ezt a nemes kis megoldást, amit tanítanak. Örülj neki, legalább nem a Facebookon lógnak egész nap, meg nem a telefonjukat nyomkodják. Ja, remek kis testedzés van. De vajon még lesz az első nyugat-európai egyetem, amelyik szabadon választható tárgyként felveszi a kurzus listára esetleg? De nagyon kevés időnk van, de egy nagyon picit beszéljünk komolyan erről, hiszen Bécsben például azt mondták a terror után, hogy tulajdonképpen még mindig szükség van a bevándorlásra, és azt is mondták, hogy egy kis kommunikációs probléma történt, és azért nem sikerült rájönni, hogy ki volt a tettes. Majd utána megdicsérték magukat, hogy azért nagyon gyorsan elkapták, miközben a szlovák titkosszolgálat egyébként szólt, hogy lőszert akart vásárolni ez az albán forma. Csak hát még a további 14 társa is többszörösen büntetett előéletű volt, akkor tényleg Bécs lesz a legélhetőbb város csak egy-egy mondatban. Hát meg ugye ez az illető albán fiatalember, ha jól tudom, Szíriába akart utazni néhány hónappal korábban, hogy csatlakozzon az iszlám államhoz, amiről tudomása volt a hatóságoknak. Mégis szabadon megtette, amit tett. Képzeld, ha kiképzett katona lett volna, akkor még több az áldozat. Ja, azt hittem, hogy akkor még inkább hagyják, hogy szabadon mozogjon. Nem, hát azért gondolj bele, hogy kiképezték volna arra, hogy hogyan kell lőni, meg hogyan kell ezt csinálni, akkor sokkal több ember tudott volna megölni. Hál' Istennek ez nem sikerült neki, bár így is tragikus. Bocsánat, szerintem azért a hozzátartozókat, az áldozatok hozzátartozóit is megkérdezhetnénk arról, hogy ők mondjuk kommunikációs problémának értékelik-e ezt. Tehát azt látjuk, hogy amúgy Európa vérben úszik most már jó ideje. Nyugat-Európában rendszeresek a terrortámadások, ez így tartodatlan. Ennél jobb végszót nem is találtunk. Elmegyünk egy rövid szünetre, gyertek vissza azért utána, hiszen megmutatjuk nektek, hogy milyen az igazi bunkó szocialista, valamint azt is, hogy Orbán Viktor 10 000 magyar halott árán akar hatalomban maradni. Várunk vissza titeket! Sziasztok! Folytassuk a karanténvlogot, hiszen végre hazai vizekre evezhetünk. Mit mond nektek Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja? Úgy láttam, hogy nem sokat, de egyébként nem véletlenül. Na, ő egy nagyon rendes srác, folyamatosan ilyen demagóg videókat csinál, mondjuk szerintem már az gáz, hogy az MSZP elnökségi tagja lehet, de amilyen emberek vannak ott, végül is belefér. Most nem biztos hallottátok, hogy mi történt, hiszen Solymáron volt, illetve Solymáron képviselő, és kikerült róla egy hanganyag, beszélünk is mindjárt róla, csak először hallgassuk meg. Hogy én a választókerületemben meg tudtam duplázni az egyéniben választott MSZP-s képviselőnek a számát. Azt, hogy én erre például nagyon büszke vagyok, és nem is akarom vég alá rejteni, hogy ez mekkora nagy teljesítménynek tartom, hogy az, hogy én Solymáron egyéni körzetet nyertem 58%-kal, hát nagyon nagy MSZP-sként, ez történt, tehát hogy konkrétan a polgármester, aki egy elfajzott, tőzsökeres, sváb, fideszes, sőt annál is fideszesebb, cigánygyűlölő, homofób, zsidógyűlölő, igazi xenofób, egy ilyen igazi fasiszta barom. Nem látszik ki a Nagy Magyarországokból, meg a... Milyen jó fej ez a báránybazsika, milyen jó jelzők. Mielőtt rátérünk, csak azért annyit finomítok ezen a történelmi győzelmen, hogy egyébként 56%-ot kapott valami ilyesmit, és az keményen 310 szavazat volt. Tehát ez volt ez a történelmi győzelem az ő körzetében. Na, szerintetek le fog mondani Bárány Balázs? Biztos. Ja, nem. Nem. De sőt, szerintem egyébként az MSZP-nek az elnökségi tagságába való kerülés, ez már ilyen casting rész. Tehát lehet, hogy felvételi követelmény. Tehát ez a kertvárosi bangóni itt előadta azt, hogy mit gondol valójában a fideszesekről. És tényleg valahogy a baloldalról mindig előkerül egy-két ilyen hangfelvétel innen-onnan. Talán már lehet, hogy ezzel is a Gyurcsányékhoz akarnak betagozódni, hogy hát nekik is kell egy hangfelvételes ember. Csak mondjuk Solymáron, ahol rengeteg sávél, nem biztos, hogy jól jön ki ebből azért a Bárány Balázs. Jó, de ez rendszeres, hogy a saját szavazóikat is sértegetik.
Ez ugyanolyan, hogy érted, most ha már az előbb Amerikáról beszéltünk, hogy ez ilyen baloldali dolog, hogy sértegeted azokat, akiknek majd az elnöke meg a polgármestere akarsz tenni. Tehát Biden ugyanezt csinálta, amikor mit tudom én, leárulózta azokat a színesbőrűeket, akik nem rá fognak szavazni, csak éppen azt felejtette el, hogy ha úgy alakul, hogy megválasztják, és ő lesz az Egyesült Államok elnöke, akkor ezeknek az árulóknak is, nevezték áruloknak, az ő elnökük is lesz. Úgyhogy ez valamiért ilyen baloldali dolog, hogy sértsük meg azokat, akikre később számítunk, meg akiknek a támogatására később vezetőként számítunk. Igen, amúgy nem kell messzire menni, a Dobrev Klára a hazai cigányságot szitta hasonló jelzőkkel, ott tanulatlan, meg munkára alkalmatlan emberekről beszélt nem egyszer. Tehát azért azt látjuk, hogy a baloldal elég sokszor különböző etnikai, vallási kisebbségbe beleszállt. A másik, nekem rögtön az volt az első gondolatom, hogy ez egyfajta közeledés lehet, vagy a közeledésnek egy újabb jó bizonyítéka a Jobbikhoz. Ugye a Jobbik antiszemita és cigányellenes gondolatokat fogalmazott meg elég sokszor, most látjuk, hogy már a német ajkú vagy német országi magyar kisebbséggel, vagy bocsánat, a magyarországi német kisebbséggel szemben is sikerül megmutatnia ennek az új ellenzéki formációnak, hogy mit gondol. Szerintem mindenki gondolkodjon el azon, hogy akkor valójában ki az, aki idegen, gyűlölő, rasszista, vagy bármilyen ilyesmi itthon. De akkor ez egy ilyen win-win helyzet, mert a Jobbik egyre kommunistább lesz, ők egyre nácibbak, és akkor végig így összeérnek a szélsőségek. De az, aki ilyen jelzőket mond egyébként, és ő az egyenlőség bajnoka, én megnéztem, de semmilyen reagálás nem volt azóta Báránytól. Nem tudom, Szilárd, ez mikor történt? Ez jól emlékszem, talán szerdán történt, akkor derült ki, vagy akkor jutott el hozzánk ez a hangfelvétel. És hát nem, én is figyeltem, hogy mikor lesznek az elhatárolódások, meg mikor fogják a nagyon toleráns pártvezetők, akik minden kisebbségért mindig kiállnak, azt mondani, hogy hát nem vállunk fel egyet. De hát mondjuk azért Bíró Lászlónak a támogatása után nem tudom, mit vártunk, aki még talán ennél is nyílt abban. Némi kettős mércét látok vagy, ebben. Lehet, hogy mi mérünk kettős mércével, nem? Tehát lehet, hogy ez valami megértő kis nem tudom, én figyeltem, mert ugye a Facebookon ők állati jog, valahogy most nem sikerült semmi olyasmit írni, hogy hát elnézést kérek, vagy valami legalább kimászni belőle, nem. Viszont a kommentekben már azért írogatják az emberek, hogy álljál már meg, mert ott előtte meg megy a nagy demagóg duma meg, hogy segítünk az embereken, meg így, meg orbánozás, stb. Aztán egy ilyen, a történelmi győzelem után egy ilyet sikerült mondania. Szóval azért ez vicc. Nem tudom, hogy Bárányon mi lesz, de legalább levágta most a kis bajszát, mert egy hónapokig nyomatta, és nem tudom, ő akart az új, nem tudom, ki akart lenni az MSZP-be. Egy kis body shaming azért meg be kellett is. Kellett, igen, mert túl komoly lett a beszélgetés. Úgyhogy, de maradjunk azért az MSZP-nél, nem tudom, hogy második kerülettel valahogy keveset foglalkoznak, ugye ott Őrsi Gergely lett a polgármester az MSZP színeiben, de hát ugye a Szivárvány koalíció támogatta. Most ő abban nagyon jó, hogy Karácsonytól átvett 10 embert, akik csinálják a kis Facebook oldalát, és az pörög, és imádják. Most a Pesti Riporterrel ennek jártunk utána a héten, de némi ellentmondásba került Őrsi Gergely, és nézzük meg, hogy miért. Ennek nem volt köze hozzá az előző városvezetéshez, az önök akciójának? Nem, mi magunktól kerestük meg mind a főkert, mind az FKF, mind a rendészeti igazgatóságnak a vezetőjét, az FKF és a főkert vezetőségével egyeztetve, hogy a Szél-Kálmán tér az csak úgy tartható tisztán, hogyha ezek a szervezetek egyébként közre működnek ebben, és ez rendszeressé válik. Az elmúlt egy évben, illetve az elmúlt években én úgy tudom, hogy ilyen átfogó takarítási és tisztasági akcióra csak most az elmúlt 2 hónapban volt köre. Ha született ilyen kezdeményezés, annak utána fogok nézni az örömteli, azt hiszem, hogy mindannyiunknak az az érdeke, hogy ez rendszeressé váljon. Évről évre változik a kerületünk arculata, sok 100 millió forintot költünk a zöld területek fenntartására, új játszóterekre, új parkokra. Azonban mindenki érzi, hogy egy világvárosban élünk, és bizony az utcáink koszosak, a nagyvárosi smog, por, a meglévő fáknak a levelei évről évre gondot okoznak az itt élőknek. Egy szerződést kötöttünk az FKF-fel, és elindítottunk egy utcatisztító, utcatakarító programot itt a második kerületben. Tehát kedves Őrsi Gergely, ennek már nem kell utána nézni. És ez mindennel így van, ő szépen evickél, és szerintetek az lehetséges, hogy mint új polgármester nem nézett utána annak, hogy mi történt. Nem tudta azt, hogy az FKF-fel már egyébként működik ez az együttműködés, de az hetente volt, és ez csak a jéghegy csúcsa egyébként, csak ezt választottuk ki ezt a részt, mert ez azért mutatja Őrsi Gergelynek a szép, cirkalmas szavait.
Kim volt Facebookon az, hogy ők együttműködnek valamikor? Már hogy ki? Hát az FKF meg a második kerület, kim volt Facebookon, mert nem, akkor tök érthető, hogy nem vette észre, hogy van ilyen együtt. Hogy ne lesz, de nem lehet az, azért hogy... is írtuk ki, hogy 2019. április 3. Nem lehet az, hogy... Csak, bocsássatok, hogy csak feltételezem, tehát nem értek hozzá, de nem lehet az, hogy tudta csak úgy akar csinálni, mint hogyha... Nem, mint hogyha, mint hogyha esetleg, mint hogyha így ő lett volna. Az őrsi? Biztos nem. Ja, jó. De ez csak egy tipp voltam. Szerintem, hogyha kicsit próbálunk viccesebbek lenni, akkor beszélhetünk akár arról, hogy mondjuk a baloldal a történelem átírásában még ilyen praktikus ügyekben is nagyon ügyes szokott lenni. Tehát, hogy ők a valóság, hogy mi történt a múltban, az nem mindig szokta őket különösebben érdekelni. Azt megkeverjük a múltakat össze. Ja, igen, bocsánat, tehát hogy a múltakban... Van, amit végképp el kell törölni, és van, amit meg szépen át lehet írni. Igen, tehát erre akár egy komplet rendszer épült amúgy nagyban, és nyilván kicsiben akár egy kerület helyi ügyeivel kapcsolatban is a baloldal sokszor úgy tesz, hogy valamit ő csinál. Ugye ugyanilyen például a faültetési program. Tarlós István 10 000 fát ültetett, mire ők eljutottak odáig, hogy akkor fákat kell ültetni. Tehát nagyjából erről beszéltünk. Most ez nyilván kerületi szinten egy nagyon hasonló probléma. Koszos az utca, mert smog van, meg hasonlók, és a kerület, az előző város vezetés, az előző kerületvezetés Láng Zsolttal már elintotta ezt a programot, és ők most mégis úgy tesznek, mint akik ezt most feltalálták. Ez nem először fordul elő, és nem csak a második kerületben. Baloldali politikusok nagyon jók abban, legalábbis úgy tűnik, hogy egy nagyon jó módszernek gondolják, hogy valamit megpróbálnak újra csomagolni és a saját ötletükként tálalni, és közben feltételezik, hogy a választók erre nem emlékeznek. Szerintem a választók erre pontosan emlékeznek, akik ott éltek, azok pontosan tudják, hogy ez Őrsi előtt is ott volt, és nyilvánvaló, hogy a következő választások alkalmával majd adott esetben erről számot kell adni a mostani polgármesternek. Hát aztán, hogyha kiürül a kassa, akkor esetleg majd jönnek más dolgok. De ez is érdekes, hogy itt beszélgettünk ott helyiekkel is, politikusokkal is, és azért az érdekes, hogy az összes projekt, amit még az előző városvezetés csinált, úgy adják át Őrsiék, mintha azt ők csinálták volna, ők találták volna ki. És a 10 000 fához még annyit, hogy így Tarlósnak kellett ahhoz 10 000 fa, hogy azt mondja, hogy én azt elültettem. Ezek meg minden apró fánál, meg műfű felszedésnél megsimogatják a leveleket, kiteszik, és ez hír. És ennyit történik. Sőt, van olyan, hogy magukkal viszik őket mindenhova egy körbe. Ja, a mobil erdő az volt, hogy az karácsony. Mindenhol frissítse a levegőt egy kicsit. Ez kicsit olyan ez az egész újra csomagolásos dolog, mint amikor ezek a kínai gagyi bóvli gyártók lemásolnak valami nyugati európai cikket, és akkor tizede annyiért és fele olyan jól működő dolgot eladnak, és beterítik vele a piacot. De egyébként, amíg itt beszélgettetek, azon gondolkoztam, hogy van-e olyan projektje most a fővárosnak, vagy a fővárosban bármelyik ellenzéki vezetési kerületnek, ami saját program, tehát ami nem ilyen újra csomagolt termék. És arra jutottam, hogy egyelül az a méhkaptáros dolog van, amiből nem lett semmi. Meg a biciklisávok. Tehát ennyit kaptunk az ellenzéktől itt a fővárosban, hogy kaptunk biciklisávokat a körúton. Ez mondjuk nem igaz, mert a fővárosi cégekhez azért folyamatosan ültetik be Gyurcsány embereit. Olyat is, aki korábban parkoló útjúban... Nem, ez nem projekt, ez lopás. Nem, ez projekt. Hát, hogy ha már projektekről beszéltünk... Hülyeséget mondasz, mert a forgalmi rendet is tök jól átalakították a belvárosban, hogy lehessen közlekedni. Hát az már majdnem ugyanolyan okos ötlet volt, mint a biciklisáv. Ja, de bocsánat, azért van egy nagy különbség mondjuk a kínai gagyi újracsomagolás, ahogy említetted, vagy a szavai terjelve. Még a fa nem robban fel, amikor a csövés, akitől kiengedtek az utcára, oda húgyozik. Itt azért nagyon komoly dolog, hogy ezek olyan városrészek, vagy akár kerületek, vagy komplet városról, ha beszélünk, ahol itt azért emberek élnek. Tehát itt azért nem játék, hogy 5 évig itt mi fog történni, mert adott esetben azt az 5 évet majd később be kell hozni, és azért nem egyszer láttuk már akár az országos, akár városi szinten, hogy amikor a baloldali vezetés mondjuk akár csak egy cikluson keresztül valamit elmulasztott, utána azt meddig kellett adott esetben, amikor ezt leváltott egy jobboldali vezetés, ledolgozni vagy rendbe tenni. Tehát azért itt olyan helyekről beszélünk, itt azért emberek élnek, választók rájuk szavaztak, és én amúgy azt gondolom, hogy a baloldali szimpatizánsok, a baloldali szavazók sem erre szavaztak. Tehát ők sem erre kíváncsiak, ők is azt szerették volna, és elhitették velük a saját politikusaik, hogy majd minden más lesz, és szerintem a legnagyobb csalódottságot pont a baloldali választók élhetik most meg, akik azt látják, hogy a saját politikusaik adott esetben átverték, vagy megvezették őket. És szerintetek meddig lehet ezeket a koncentrikus köröket járni, mert hogy mindig ugyanoda jutunk vissza, hogy a jobb oldal felépíti, félretesz, jön a bal oldal, és ez nem is leegyszerűsítés, mert így történik. Elveri a pénzt, visszamutogat,
tönkreteszi az egészet, majd újra jön a jobb oldal. Mikor lesz az, amikor az emberek azt mondják, hogy oké, köszönjük, tényleg. Azt akarod ezzel mondani, hogy mikor lesz végre folyamatosan mindig jobb oldal? Igen, ezt én ügyesen becsomagoltam. Nagyon jó volt. Tehát, hogy mikor lesz végre ugye fasizmus, mert ugye ezt mondják, meg diktatúra, meg a többi, mert hogy most az van. Sőt, egyébként ugorjunk egy picit, hiszen van egy ilyen remek portfólió menedzser, aki mindig megmondja a tutit, Zsidai Viktor, és ő most azt mondta el, hogy bizony Orbán Viktor nem kezeli ám félre a válságot, tökéletesen tudja, hogy mit csinál, és azért, hogy megnyerje 2022-ben a választásokat, ezért képes feláldozni 10 000 magyart. Hoztunk egy képet erről, ezt a terv, egy picit ugye, hogyha tudunk nagyítani rajta, akkor mindannyian látjuk, hogy ugye itt szépen leírja, hogy Orbán Viktor nem kezeli félre a vírusválságot, levezeti gazdasági szempontból mit, meg hogy direkt azért csinálja, és akkor ott van végén ez a remek mondat, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv, tehát a vírus végig söprése és tetőzése november-decemberben, majd lecsengése januártól, és a gazdaság talprálásának megkezdése ezután. Az ára 10 000 magyar. Nem tudom, hogy mit gondoltok erről így első körben. Most azért most mindent, ami eddig történt, azt szerintem tegyünk félre, és csak nézzük önmagába azt, hogy mi lenne, ha tényleg nem lenne védekezés. És mondjuk legyen igaz a Zsidainak, és tényleg nincsen védekezés. Amikor Svédország csinálta ezt, hogy megvédje az ország gazdaságát az első hullámban, hozzáteszem, nincs így, de tegyünk úgy, mint jó, egy remek heggesztő a miniszterelnök. Akkor senki nem panaszkodott arra, hogy Svédország miért csinál hülyeséget. Valahogy a baloldalról senkinek nem jutott eszébe az, hogy miért nincsen védekezés. Most van védekezés, van annyi védekezés, hogy az országot működőképesen lehessen tartani, mégis rá van hazudva az, hogy nincsen védekezés, és majd valószínűleg ki lesz találva az is, hogy hát a gazdaság is tönkre ment. De mégsem Svédországnál, vagy mégsem hiányom. Meg hát érdemes tényeket, meg adatokat. Tehát, hogy azt mondják, ugye, hogy mi állunk a legrosszabbul, nem igaz. Állandóan minden héten cáfolják, mégis ugyanez a mantra megy. És akkor most jön ez a szokásos, mint amit a Párbeszéd csinál, az a kedvencem, hogy fekete alapon kiteszik a gyertyácskát, és mondják, hogy meghalt az ezredik magyar, a kormány azon van, hogy bizét dögöljetek meg. Ennyi. Hiszen ez tök logikus lenne, nem? Tehát, hogy minél többen halljanak meg, hogy a kormánynak minél kevesebb szavazója legyen esetlegesen majd a következő választáson. Mert a sajátokat beoltják. Igen, tehát hogy persze, tehát hogy nyilván ez egy olyan vírus, ami kizárólag az ellenzéki szavazókra hat, és így próbálja meg az Orbán ritkítani az ellenzéki szavazók táborát. Tök logikus. Szerintem a miniszterelnök amúgy a járványkitörésekor és azóta is egyértelműen kijelölte az irányt. Az első az ember életek védelme, és utána a második a gazdaság védelme. De most lehet, hogy Zsidai nem hisz neki, de az irány az, hogy ez az első és legfontosabb, és látjuk is amúgy a számokon, hogy szemben a nyugat-európai mutatókkal, persze hogy minden haláleset tragikus, és minden halál sok, tehát egy haláleset is sok, de azért mégiscsak azt látjuk, hogyha egy összehasonlítás, hogy megpróbáljuk valami kontextusba tenni, hogy mondjuk töredéke az 1 millióra vetített halálozások száma Magyarországon, mondjuk éppen belgiumi, vagy spanyolországi, vagy ott esetben volt olaszországi. Tehát azért itt persze el lehet hazudni ezeket a dolgokat, meg lehet megtéveszteni az embereket, legalábbis próbálkozni lehet, de igenis az emberek észreveszik, amikor megtévesztik őket, és észre fogják venni, hogy ki mondott végül igazat. A másik pedig, hogy ezt én semmi másnak nem gondolom, mint ilyen hatásvadász pamfletnek, aminek volt egy utolsó mondata, és ő most, mint hát gazdasági szakember megpróbál az elején így közgazdászkodni, majd a végén valami nagyon hangzatos és amúgy gusztustalan politikai mondatot a végére tenni, ami arról szól, hogy egy politikus, ilyen esetben az ország miniszterelnöke szerinte 10 000 magyar árán akar, élete árán akar hatalomban maradni. Ez semmi más, mint egy rettentően gusztustalan politikai és kommunikációs trükk. Inkább el kéne neki gondolkodni azon, hogy most akkor ő politikus, és akkor álljon bele, és vállaljon politikai vitákat, vagy hogyha közgazdász, akkor se járványügyi kérdésekben, se ilyen politikai megtévesztésekben, meg ilyen trükkökben inkább ne vegyen részt. El kell dönteni, hogy az ember most akkor melyik pályán focizik. Szerintem a DK-nál egyébként tárt karokkal várnák. Amúgy, ha csak egy pillanat, Szilárd, is már is mondhatod, mert láttam, hogy így feldűített a dolog egy kicsit, de hogyha visszavedlek most lakálymédiássá, akkor azért azt el kell mondanom, hogy vajon mi lenne akkor, hogyha ezek az emberek lennének hatalmon?
mert amikor baj volt, akkor láttuk, hogy mit csinálnak. Most azért, és akkor most jön a lakálymédia, azért még mindig életben van tartva a gazdaság. Ingyenes lenne a tesztelés, ez egy nagyon fontos aspektus lenne, és mindenki óránként járhatna tesztelni. Szóval, és lenne egyébként 10 millió lélegeztetőgép, de nem lenne igazából. Mert fölösleges. Viszont jönnének az IMF hitelek és a többi, tehát nagyon jól éreznék magukat. Én ezt akartam egyébként mondani, hogy azért azt láttuk már, hogy ők hogy kezelnek válságot, és akkor esetleg számoljuk már ki azt is, hogy ha már így mindenáron halottakkal akarunk számolni, ami egy rettenetesen undorító szokása a baloldali propagandának, hogy mondjuk a baloldali válságkezelés hány emberi életet követelt tönkrement emberekből, alkoholistákkal és mindennel együtt, az, hogy elszegényítettek egy egész országot mondjuk a 2008-9-10-es előtti időszakban. Ez mondjuk mennyi halálos áldozata jár, és mennyivel járna, ha most mondjuk teljesen lezárnánk mindent, és tönkretenni. De bocsáss meg, akkor ugyanezt mondanák, tehát hogyha mert egyébként szerintem a mostani járványügyi intézkedések azok tulajdonképpen, ha megnézzük Nyugat-Európát, azok álomszerűek. Tehát az, hogy nyitva lehetnek helyek, üzletek, éttermek, oké, maszkot kell hordani, be kell tartani a szabályokat, de már eleve ez egy óriási csoda, hogy elérte a kormány és az ország azt, hogy megengedhetjük magunknak ebben a helyzetben, hogy még nem zártuk le teljesen az országot és az összes vállalkozást és az összes bizniszt. Úgyhogy ha pedig az lenne, hogy rögtön lezárta volna a kormány, akkor pedig hidd el, hogy ez lenne a kommunikáció, hogy az Orbán a halálba kerget embereket azzal, hogy nem hagyja őket érvényesülni. Bocsánat, de amúgy csak fontos, hogy amúgy nem csak mi védekezünk nagyjából így, hanem mondjuk Németország nagyon hasonlóan védekezik, tehát ott is egy ilyen puha zárás van, ott is a boltok még nyitva lehetnek, az éttermek nyitva lehetnek, az iskolák még nyitva vannak, a munkahelyek nyitva vannak, tehát amúgy nagyon sok mindenben most, a második hullám idején Németország és Magyarország elég hasonló intézkedéseket hoz, ugye mindig halljuk, hogy bezzeg nyugat, hogy egyik másik ország miképpen védekezik, de azt sosem teszik hozzá, hogy azok az országok, amelyek ilyen drasztikus lépéseket kellett meghozzanak, azok éppen aktuálisan milyen mutatókkal rendelkeznek, hiszen ezt kontextusában lehet az egészet értelmezni, tehát akkor lehet beszélni lépésekről, akkor lehet értelmezni, hogy egy-egy lépésre miért volt szükség, amikor látjuk mellette vagy mögötte, hogy mik az aktuális fertőzöttség, illetve halálozási mutató. Láttok bármilyen víziót, tervet ilyenkor mondjuk a baloldal részéről? Azon kívül, hogy hergelnek, illetve pánikot keltenek. Van vízió az, hogy Orbán egyszer megbukik, vagy inkább ilyen remény sugár. Ez mind vízió. Ez az összes vízió. Nem, meg utána a káosz, ahogyan Gyurcsány elmondta. Az autós demonstráció azokkal a dudálásokkal, ez például egy elég konstruktív, legkonstruktívabb ötlet volt szerintem, amit eddig csináltak. Nem, az amúgy rettentően álságos a baloldal részéről, hogy egyik oldalon támadja a kormányt, hogy nem, most épp azért, hogy nem kellően szigorú. De annak idején tavasszal, amikor arról volt szó, sem a gyorsított eljárás, sem a koronavírus törvény nem szavazta meg, a maszkviselési szigorítással kapcsolatban szintén nem szavaztak, és azért ezt ne felejtsük, hogy egy politikus, egy választott országgyűlési képviselő munkája nagyban abban merül ki, és az alapján kérhető száma, hogy milyen törvényjavaslatokat nyújtott be, illetve, hogyha épp adott esetben nem benyújtott, de legalább miket szavazott meg, vagy nem szavazott meg. Ez egy nagyon egyértelmű politikai aktus, egy nagyon politikai döntés, amit egy minden egyes képviselő a saját belátása szerint meg kell, hogy hozzon. És ezek az ellenzéki politikusok nem először most már a járvány mindkét hulláma során bebizonyították, hogy adott esetben és kritikus pillanatban ők nem szavaznak azért, hogy az országot kellőképpen meg lehessen védeni, és nekik nem fontos az, hogy a kormány olyan intézkedéseket tudjon hozni, ami az emberéleteket és a gazdaságot amúgy meg tudja és meg képes védeni. Miközben egyébként folyamatosan azt mondják, hogy ők az emberekért vannak, aggódnak, és látjuk a DK-nál, a Momentumnál, hogy ezeket a sötét tónusú kis plakátokat teszik ki, ahogy Orbán tönkreteszi, ahogy az emberek éppen magukban vannak omolva, de hát ugye ezt tudjuk, hogy 2010 előtt valóban így volt, és onnan ki kellett jönni. Sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, köszönjük Andrénak, hogy elfogadta a meghívást, köszönjük. Szilárdnak és Balázsnak is, hogy itt volt velünk. És hát nézzétek továbbra is a Pesti TV-t, jövő héten péntek este 10-kor pedig megint találkozunk a karanténvlogban. Jó éjszakát, sziasztok!